azért egy gyors sztori összefoglaló. Tehát ez Fényes Lóránt nevezett először Magyarországra a képet 2012-ben, newcomer kategóriát megnyerte akkor, ugye a Ananász az Elefántormányban című képével, annak tök jó kompozíciója volt, ugye a newcomer az a kezdő kategória, Sir Patrick Moore-ról van, volt, most is róla van elnevezve, ugye egy ilyen nagy-nagy ismeretterjesztő csillagász, ismeretterjesztő figura volt, és hát a kezdő asztrofotósoknak a kategóriát azt róla nevezték el, és gyakorlatilag utána nagyon sokan neveztek be képet, igazából berobbantak a magyarok ebbe a angol versenybe, amiről azt kell tudni, hogy nagyon gyorsan fölvette azt a rangot, amit az év természetfotósa, a nemzetközi BBC év természetfotósa, a BBC, British Broadcast, a szintén egy angol dolog. Angolok nagyon-nagyon szívükön viselik ezeknek a fotográfiai tevékenységeknek, ahogy mondjam, az ilyen válogatását és menedzselését. Tehát mind a két nagy év természetfotós és az év asztrofotós a verseny Angliához kapcsolódik. Ez egy kulturális szint, ami ott van, ezt meg kell becsülni, örülünk nekik, hogy valakik ebbe pénzt tölnek, és ezt megszervezik, és gyakorlatilag ugye ez a akkor Insight, tavaly óta már nem Insight, Astronomy Photographer of the Year, ez tényleg az asztrofotózásnak a világversenye lett, minden kellékével együtt, ami kiállítást, könyvet, diátadót, komoly kategóriákat, sok kategóriát, külön díjakat és az overall winner képet is jelenti. Hát én most nem számoltam össze, de a magyarok azok minden évben nyertek díjat, kivéve 2014-ben, tehát 13-ban én nyertem külön díjat, Idriban lett helyezett, és 14-ben volt egy olyan év, amikor bekerültek magyar fotók, de nem lettek díjazottak. És akkor 15, 16, 17, 18, 19, 20-ban lettek díjazott magyar fotók, és most megint volt egy év, amikor nem lett díjazott fotó. És az érdekesség az, most nyilván az én eredményemben tisztában vagytok, nekem 6 díjnyertes fotóm, illetve első helyezett fotóm van ezen a pályázaton az elmúlt, nem tudom, 6-7 évben. De ugye 2020-tól kezdve engem zsűritagnak kértek meg, és én össze azt hittem, hogy ez ilyen az overall winner díjért adják cserébe ezt a státuszt, hogy akkor megyek és zsűrizek, de nem, azt mondja, hogy valaki elhagyta a zsűrit, és hát kellett nekik egy asztrofotós, aki asztrofotósabb szemlélet a zsűrinél, és most jönnek az érdekességek, és akkor én így bele tudtam csöppenni a zsűrinek az életébe, és bele láttam, hogy mi történik, és hát ugye igazából azon keresztül, hogy a képeket megnézegetjük, azért némileg meg szeretném villantani azt, hogy ez hogyan működik, mi az, ami jó benne, mi az, ami kevésbé jó itt a zsűrizésben, mi az, amit ők láttak, mi az, amit tudunk tanulni. Ez egy borzasztó hosszú dolog, igazából arra sokáig lehet róla beszélni, de közben az a jó, hogy a képeket is nézegetünk, és így és rögtön ezt mutatom, ezt a fotót itt, amit láttok, hogy az Aurora kategória, ami azért érdekes, mert nem úgy van osztva a verseny, hogy vagy egyáltalán az egész kategorizáció nem úgy van, hogy nálunk, hogy a csillagképeknél, ami a három alapkategória van, ez a mély, ez a lucky magic, tehát a naprendszer és a naprendszer és az asztaltájkép, hanem gyakorlatilag hogy annyi kép érkezik be, hogy hát nagyon sok kategória van, 8 fő kategória van, és vannak még külön díjak, ugye, amik nem az égi testek, ugye lefotózott témák alapján vannak kategorizálva, hanem a készítő alapján, hogy fiatal, meg hogy kezdő, asztrofotós, vagy valami kísérleti témát kell adott esetben feldolgozni. Na, és ez a készítés módszere, ami jó esetleg különleges. És akkor ez, amit látok, ez egy Aurora fénykép, első pillanatban semmi különös nincs benne, azon kívül, hogy ez a fotó nyerte, ugye tavaly az Aurora kategóriát, és hát mutatom a fotókat, ez ugye a második helyezett, harmadik helyezett, és hát látjuk, hogy milyenek ezek a felvételek, hogy ez az Aurora dolog, ez egy ilyen borzasztó látványos jelenségcsoport. Tehát gyakorlatilag ez az asztrotájképnek egy ilyen válfaja, amikor igazából egy ilyen légköri jelenséget, kozmikus eredetű légköri jelenséget fotózunk, ami borzasztóan látványos, hogyha valaki megfelelő helyen él. És gyakorlatilag standardek vannak arra, hogy hogyan tudunk
baromi látványos aurora fotót készíteni, elmegyünk, megfelelő helyekre vannak expedíciók, akik magyarok is mennek már, közületek is voltak már gyönyörű sarki fényt fotózni, és hát most, amikor mutatom ezeket a képeket, is érzitek, hogy ezek a shortlistelt fotók amúgy, érzitek, hogy hát igen, ezek olyan fotók, amik megfotózhatók, és van közöttük, általában a díjazottak, ez volt a shortlist egyébként, ilyen 11 néhány kép, visszaugrok az elejére, bocsánat, ide, és általában díjazottak olyanok, amik valami olyan helyzetben készülnek, és egyébként ez a szellemiségre egy a zsűrizésnek jellemző, hogy olyan fotó, ami nem tudunk csak úgy megcsinálni. Nem tudunk oda menni, így kívülről, és elkészíteni, hanem valami extra dolgot tud. És azt gondolom, hogy ez a fotó, ez egy tipikusan ilyen kép, ezt nagyon szerettem, ezt a fotót, nem gondoltam, hogy ez volt a verseny legjobb fotója, de az, hogy a kategóriája, azt egyértelműen éreztük, amikor zsűriztünk, ugyanis olyan perspektívával látjuk ezt a jelenséget, és mindig itt ezen van a hangsúly, tehát úgy látjuk, ahogy még előtte nem, tehát egy északi tengeren, befagyatlan északi tengeren átkelő orosz olajtanker feléletre térről látjuk a sarki fény. És gyakorlatilag ez a fotó azon kívül, hogy egy tök jó perspektívája van, mert hogy behatol be egy a gép így a természetbe, olyan helyen látjuk az aurórát, ahonnan nem nagyon fotózták ezt még, olyan tartalma van a képnek, ami utal a jelenkorunkra, hogy hát igen, egy kicsit átveszük itt a helyet a Földön, és ez ugye ez nem csak azt jelenti, hogy ez szép, hanem azt, hogy ez hát akár negatív oldalú tanulságos is, és egyébként pedig tök egyedi a fotó, tehát mi legalábbis a zsűri ilyet még nem nagyon látott, és ugye ez még egy érdekesség, a zsűri mindig a zsűrizett képeket nézi, és nem ritka esetben tekint kifelé, de hát ugye ahogy töltjük föl szépen a asztrofotósokkal a zsűri tévlére, mindig egyel több asztrofotós is van a zsűriben, ami a érdekességben eddig nem volt. Azért bekül az a szemlélet, hogy mi az, amit nem láttunk, és mondjuk ez egy olyan fotó volt, ahol sok mindent előtte még ilyen jellegű képet nem láttunk. Még egy érdekessége van a képnek, és ezt nagyon sokszor megnézzük, hála Istennek, megint egyre többen vagyunk a zsűriben, akik ezt megnézzük, hogy a képnek milyen a minősége, és hogyan készült. És ha nem tudok belezoomolni, megpróbálok nektek belezoomolni, és látjátok, hogy vannak a háttérben ilyen furcsa alakzatok. Látjátok, ugye? Tehát ezek a... Ez a valami fényes foltocska. Annyit azért mondok, Laci, hogy azért a zoomon keresztüli megosztás azért rengeteget levesz a kép minőségéből. Kis felbontású verzióban, de ez az a... Most akkor megállok. Ezeket látjuk. Ők a csillagok. Mert ez egy bizonyíték arra, hogy azt írta a szerző, hogy egyetlen képkockából készült kép, és mindenki baromira megőrült, mert hogy jellemző lett az, főleg az asztrof elképzelésben, és az aurora fotó és az asztrof elképzelés egyik része, egyik szelete, hogy több fotóból dolgozzák össze a készképet, és hát ennek a több fotóban való összedolgozásnak nagyon néz határt húzni, hogy hol az etikai határa, mit lehet összedolgozni, hogy adott helyről készült, vagy adott időpontból és helyről készült fotó, vagy lehet nappal is fotózni, meg este is, ugyanonnan, tehát ilyen nagyon néz a határt meghúzni, és ennél a képen az egyetlen kattintás, ezek az elmosódott fotók, ezek a bemozdult csillagok, hogy a hajó nagyon finoman egy picit ugye billeg a tengeren, ugye nyilván a hajóra fixálta a fotósunk az állványt, ezt tudom kézzel, hogy került egy orosz olajtankerre, tehát milyen státusz van egy ilyen embernek, lehet, hogy ez a munkája, és egyszerűen csak fotózott egy jót. Úgy gyakorlatilag... Én úgy olvastam, hogy ő egy matróz, és ő ezen a hajón dolgozik. Igen, tök jó. Ez az, amit mi nem olvasunk el egyébként. Tehát, hogy nem azt hiszem, hogy pont kiderült, és az nem kiderült, hogy milyen a hajón volt, csak azt külön kell deríteni, hogy hogyan. Ugye a képek körülményének egy részét ismerhetjük, csak mert ha túl sokat ismerünk, akkor felfedjük a személy kilejtét, tehát a pályázat titkos.
De hogy ez egyetlen kattintás, és amit látunk, az gyakorlatilag elmosott ég volt, azáltal, hogy még egy 20-30 másodpercig exponált, és a hajó finoman billegett, a csillagok összemosódtak, viszont az aurora jelenségnek a karaktere pedig ugyanaz szép és éles maradt, a víz is egy kicsit összemosódott, és ez egy olyan unikális, egységes dolog volt, ami gyakorlatilag a zsűrinél egyöntetően az első helyezés, kategóriás helyet jelentette. És akkor ez nem volt kérdés. De hogyan nincs kérdés ez a második helyezés? És ez a fotó egyáltalán nem volt ennyire egyértelmű, második helyezés lesz, vagy csak egy a sokból. Sőt, az sem volt egyértelmű, hogy a shortlist kép lesz, mert innentől kezdve a legtöbb kép van valami hasonlóság, nem ugrik ki annyira. És hát itt az egy, akkor röviden elmesélném nektek, hogy mi itt a zsűrédésnek a menete, tehát hogy zajlik ez az egész. Tehát rögtön azt kell tudni, hogy három zsűri lépcső van. Van egy longlist zsűri, az azt jelenti, hogy 4500 beküldött képből nagyjából kiszűrik azokat a képeket, amik az adott színvonalat nem érik el, hogy azzal kelljen foglalkozni. Ez a longlist zsűri, ez egy 3-4 emberből áll, ők a Greenwich-i csillagvizsgáló munkatársai, és hát ilyen eszetlen kiszenvedés, hatalmas egyhetes munkával ezt a 4500 képet 1800-ra csökkentik. Utána jön a shortlist zsűri, ugye a shortlist ezt már mindenkinek ismerős, aki a shortlist zsűrizésen átmegy a fotója, annak a képe bekerült a versenyre, és mindenki azért drukkol otthon, aki képet költ be, hogy ezen a shortlist zsűrin menjen át. 2020-ban én csak a legvégső zsűrizésbe, tehát a döntő zsűribe, ahol már a díjnyertes képeket választjuk ki, oda kerültem be. Viszont idén, hát én bekértem magam, mert kíváncsi voltam, hogy hogyan működik egyáltalán a zsűrizés, átkértem magamat a shortlist zsűribe is, hogy akkor abban is bele tudjak szólni, mert egyszerűen csak kíváncsi voltam, hogy működik, hogyan lesz az 1800 képből 150. 150 kép került be a versenyre, pontosabban ugye a könyvbe, és abból egy későbbi zsűrizési alkalommal, néhány héttel később választjuk a díjnyertes fotókat. És gyakorlatilag itt olyan 100 vagy 80-100 aurora fotóba kellett megszűni ezeket, amiket itt láttok, ez ilyen 11 néhány kép. És ennek van egy tök jó menete, tehát meg van a 3-4 fő, aki lecsökkentette ezt a ezres számot, lecsökkentette 100-ra mondjuk, és most jövünk, a shortlist zsűrisek jönnek, körülbelül 7-8-an, és azt mondják, hogy ebből a 100 képből legyen 10. És van egy segítségünk, előpontozzuk a képeket, mindenki otthon előzőleg még, számítógép előtt végignézi a fotókat, és rangsorolja őket, valahogy úgy, ezt kevesebben tudjátok, de mi is pontozzuk egyébként a honlap képét, nagyjából hasonló módszerrel, és a pontok alapján jön egy sorrend. Na most itt az van a Grinchben, hogy ezt a sorrendet, ezt nem... ezt felülírhatjuk. Mi látjuk ezt a sorrendet, és azt mondjuk, hogy az első 20 képpel foglalkozunk, és a többi 60-nal, az valószínűleg azért maradt abban a pontozásban, mert nagyon gyenge volt mindenki számára, az első 10-20 képpel foglalkozunk, attól függően hány kép volt az adott kategóriában, és azokból próbálunk valamiféle sorrendet kialakítani és választani. És a díjnyertes kép, az folyamatosan az első helyre került, és ott maradt. Senki nem kérdi ezt meg, hogy olyan attribútumai vannak, amit mindenki elfogadott, hogy ez olyat tud, amit a többi kép nem. És a többi képen ilyenkor viszont gyakran előfordul, hogy hatalmas küzdelem zajlik, és ennél a fotó, amit itt mutatok nektek, a második díjas kép, nekem nem volt ennyire szimpatikus, de sokaknak igen, nagyon szép a tükröződés, nagyon idilli a táj, ez a ilyen végtelen, tundraszerű valami, és hatalmas kérdés volt az, hogy az a hold hogyan került oda, az a reális az a holdsarló, vagy nem reális, és gyakorlatilag ilyenkor egy diskurzus egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy konzultáció a kép készítőjével, hogy kiderítsük, hogy az tényleg ott volt-e, vagy az ott Photoshop. És akkor kiderült, hogy nem Photoshop, akkor másnap, amikor visszatérünk a képre, és valamilyen módon döntés hozunk által egyébként. Ha nem tudunk dönteni, akkor szavazunk, hogy akkor ez vagy egy másik kép, amelyik kérdéses, kerüljön mondjuk a második vagy a harmadik helyre.
és így alakul ki egy sorrend. Tehát gyakorlatilag a sortlisztelés, az egyhetes folyamat, amikor kiválasztjuk az oda kerülő képeket, és utána van még egy, ez volt a shortlist, bocsánat, akkor nem a helyzetekről szabadulunk, csak hogy bekerüljön, vagy ne kerüljön be, és amikor mindenről megbizonyosodtunk, néhány héttel később van a döntő zsűrizés, amikor viszont egy napunk van a shortlistből kiválogatni az első, második, harmadik helyezettet. Olyankor már általában nincsenek ilyen technikai kérdéseink, mert azt előtte nagyjából mindannyian, ugye mindenki számára tisztáztuk. Tehát gyakorlatilag egy ilyen folyamatban veszek részt, és ennek az érdekessége, hogy az eredmény szinte megjósolhatatlan. Tehát általában én, bocsánat, átnék egy másik kategóriára, hogy más képeket is mutogassak nektek. Általában nem, és ez a kedvenc kategóriám egyébként, általában arról van szó, hogy én az elején megpróbálom megérezni, mert hát én láthatom az összes fotót, már hogy a longlist-elt képektől kezdve nem is ez látszódik. Bocsánat. Ez hogy lehet? Jé, bocsánat, valamiért nem azt serelem, amelyiket szeretném. Ez egy ilyen nagyon izgalmas dolog. Pillanat. Most lesz jó. Jó, galaxis kategória, brutális fotókkal. Látjátok? Van galaxis a látómezőtökben? Vagy zűrzavar van a rendszerben? Horváth Tibi feje van a látómezőben. Nem látom. Ez szomorú. Hogy ne legyen egyedül, integetek én is. Most már jobb lesz. Most jó. Most jó. Integetek. Hát én azért vettem most a galaxis kategóriát, mert szerintem ez az, amiről így érdemes beszélgetni, de, mert a galaxis kategória az általában egy ilyen, meg az volt a tapasztalom, hogy lapos kategória. Tehát vannak galaxisok. Jellemzően ilyen különlegesek, mindegyik más, de egyébként egy fotó mindig tök egyforma. Milyen olyan spirál, nem spirál, stb. És hát általában papírforma szerint van valakinek nagyobb távcsöve, a nagyobb távcsöve robotizálta, remotolta, hosszú expozíciót tud készíteni, baromi részletesen meg tudja fotózni, mondjuk Ausztráliából vagy Chiléből, és akkor fog nyerni, mert hát hatalmas távcsöve van, sok expoidővel, nagyon részletes a galaxis fotó, nyilván nem runglabdába, mert ott sok gondolat nincsen, az erő számít a galaxisnál, nagy távcső, hosszú expozíciós idő, és akkor bum, jó galaxissal lehet nyerni. És idén nem ez történt, és ez nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett ebben részt venni, hogy valahogy teljesen máshogy zajlott ennek a kategóriának a zsűrizése, mint amit én megtapasztaltam az előző években, hogy akinek erősebb távcső van, azt fog nyerni, csokkolom, mindenki mehet haza, és most nem ez történt. És itt csak így random mutatom a shortlistelt képeket, hogy itt van például egy Samyang 135-össel készült, lehet, hogy nem pont azzal, de olyan kaliberű felszereléssel készült kesésávú kép, nagy Magellán felhőről, ahol nagyon erőtésen ki vannak emelve a csillagkeletkezési régiók, és egy olyan világot látunk meg, amit hát mindenki a részletét szoktuk így boncolgatni, hogy emelek Namibiába, de ezt így egyben, ilyen intenzíven, így kibontva a csillagkeletkezési régiókat még nem láttuk. Már Ivánnak is, és Rafinak is van tök jó fotója, Rafinak talán már szűrős fotója van róla, nem emlékszem pontosan, de így nem nagyon szoktuk látni teleobjektívvel a nagy Magellán felhőt. De hogy tudok én itt? Van lehetőségem? De van, jó, oké. Ilyen szuper mély felvétel. Itt hirtelen diverz lett ez a galaxis kategória, mert ugye egy törpe galaxisból, ami a lokális csoportban van, a szomszéd átnyargalunk egy ilyen szuper távoli galaxis halmazra, ami ilyen teljesen izgalmas, kevesek által látott mindenféle van, vörös eltolódott távoli galaxis halmaz, közeli izgalmas galaxisok, ez ilyen nagy távcsőes fotó, és például az érdekessége annak, amit én észrevettem, és akinek elég érzékeny a szeme, az látni fogja, hogy
hogy fantasztikus a felbontás, de nem a színfelbontás. Ez a képe színzajos például. Teljesen, teljesen érdekes, hogy ez egy, és itt ezen egy óriási vita volt, hogy lehet-e színzajos kép shortlistelt, és akkor én ezt felhoztam, hogy ez színzajos, de hogy mások mondták meg, annyira különleges a látómező, meg az objektum csoport, hogy legyen bent, maradjon bent. Tehát van egy ilyen vita, és baromi nehéz eldönteni mindig, hogy hol ki jut érvényre, ilyenkor kinek a véleménye 10 emberből, vagy 6-8-a shortlistelünk emberből, kinek a véleménye jut majd érvényre, vagy mitől marad mégis bent, hogy esik ki egy ilyen fotó. És Laci, bocsánat, csak a lebonyolítás kedvéért ér itt megállni és beszélgetni képekről, vagy előbb végigmondod, és utána térjünk vissza rájuk? De végigmondom a kategóriát, így, hogy és akkor térjünk vissza a galaxisoknak. Ez nem csak a galaxisoknak, mert igazából okay. Ez az esélyt rövidre lehet zárni a galaxisok, mert ez egy egész jó kézzelfogható dolog, és úgy mindenki otthon érzi magát benne. És itt van ez a kép, nem tudom, ismeritek-e, ez Tóth Bencinek a fotója, shortlist. És ennek az a története, hogy volt egy másik M51 versenyben. A másik M51 Ausztriából készült, 80 cm-es távcsővel, tehát amit a sűrsápon próbálom meg tető alá hozni, az nekik egy csillagvizsgálóban, nem tudom a nevét, ott már működik, és nem 50, hanem 80 cm-s, és lehet fel asztrofotózni, valami elképesztő érzékelő van rajta, és úgy lőtték meg az M51-et, ahogy azt kell. Tehát ahogy mindenki álmodik róla, hogy ilyen elképesztő részletek, baromi szűk a látómező, kitölti az M51 az egész képet, viszintesen áll, ahogy kell. És ez a két kép állt egymás mellett a shortlist zsűri előtt, és néztük a képet, és én ennyiak nagyit mondtam, hogy két út van, van a kis távcsöves, izgalmas kompozíció, egy dinamikus, és van a nagy távcsöves, ahogy kell, minden részlet a helyén van, minden szín a helyén van, csillagködök egyenként megszámolhatók voltak, fantasztikus volt a fotó. És kialakult egy olyan vélemény, érdekes volt, én nem számítottam rá, és az én például ráhatásom nélkül alakult ki, hogy értékelje a zsűri azt, hogy nem hatalmas műszerrel, standard módon van valami megörökítve, hanem mondjuk egy kis távcsővel, izgalmas kompozíció, dinamikusan, más elgondolásban látunk valamit. És annak ellenére, hogy látjuk, hogy kicsi, látjuk, hogy csak 20 cent, és látjuk, hogy annyi limitált a felbontás, ismerjük a mi képességét, nem tudom, hogy kiről van szó, ők nem, én felismertem a fotót, de nyilván ez nem tudjuk, hogy mi, azt tudjuk, hogy milyen országból készül a fotó, de nem szoktuk megnézni egyébként, mert nem az az érdekes, és a ritka esetben érdekes. Kialakult egy olyan vélemény, hogy passzus, ebben van valami plusz, miközben érezhetően kisebb teljesítményű műszerrel készült, és gyengébb ilyen értelemben a minősége, van valamilyen plusz benne, amitől érdekesebb, mint a másik. Ez a zsűriben alakult ki. És ez egy nagyon izgalmas momentum volt számomra, hogy nem egyértelműen nyer az, akinek nagy a fegyvere, az a szemben, akinek kicsi, de van benne valami fantázia. És ha már fantázia, ezt lehet, hogy sokan szeretik, én nem kevésbé, faágai közül, hát nem az Orion öve látszik, hanem a két szomszéd galaxis, ez egy ilyen egykadmitásos, talán is a 135 mm környéki kép, ez annyira megragadta főleg a hölgy zsűritagokat, és én sok a hölgy, amúgy a zsűriben, hogy ezt nem lehetett elengedni, és hát ez izgalmas, akkor lett izgalmas, nekem kevésbé, de másoknak az volt. Ez a kép azért érdekes, mert van asztrofizikus ugye a társaságban, és meg sem mondom az IC, nem tudom milyen számát a galaxisnak, hogy UC, vagy nem UG, nem is tudom már, hogy milyen kategóriába tartozik. Ez egy nagyon, nagyon meggyúrt, megtépett fotó, egy nagyon nagy távcsővel, de az se volt elég hozzá, és itt felmerült az, hogy ez a minőség ez nem elég jó ahhoz, viszont az objektum meg annyira extrán különleges a saját csillagmezőjét elhagyó széteső galaxisnak a kép, amit gyakorlatilag még asztrofotón nem is igazán láttunk, hogy megint nem tudták elengedni. Már nem tudták elengedni a shortlist zsűri.
gyönyörű gyűrűs galaxis, és ugye hát nem csak a gyűrűs galaxisnak a látvány, a felbontása nagyon szép, hanem az a csillag ott baromi jó helyen van. A bal főső sarokban, és ettől van neki egy, van ennek egy ilyen plusz ereje, amitől neki nem tetszett. Érdekesség, hogy a fehér egyensúly majd későbbiekben támadás érte, és ettől nem lett ez a kép díjazott, pedig majdnem díjazott lehetett volna. Ezt a fotót mindenki szerette, ez nagyon, amikor pontozás volt, ugye itt ismeritek ezt a képet, amikor pontozás sorrendben kerültek a fotók, ez nagyon elővégzett. Tehát ez a kb. Harmadik helyen volt, amikor a pontok szerint fölkerültek a képek, és ami nem volt diskurzus, akkor ez benne volt az első háromban az emlékeim szerint. És az a sztori tartozik hozzá, hogy ez a, ha minden igaz, vagy van még egy, de talán nincs másik Andromeda galaxis idén. És ez úgy történt ez a dolog, hogy a sokadik Andromeda galaxisán én azt mondtam, hogy nincs szükségünk Andromeda galaxisra, és ezt meghallotta, megértette a zsűri, és minden Andromeda galaxis kivettünk ki ezt az egyet. És annak az oka, hogy azt nagyon sokan megértették ott is, hogy ez a fotó más tudott lenni, ez a fotó kicsit olyan az Andromeda galaxisok között, mint az olajtankeres aurora felvétel, hogy hát ez más. Ilyet még így nem nagyon láttunk. Én föl sem merült, hogy kistárcsüveg készült, mert szerintem ezzel nem gondolkoztak, hogy ez kistárcsüveg készületett egyáltalán. De ez most mindegy is. Igazából ez nagyon erős kép volt a mezőnyben, tehát nem nagyon volt kérdés, amúgy, hogy bejut. Az történt viszont, hogy ezzel a fotóval került csatába a harmadik helyért, és ilyen nagyon-nagyon hajszállal maradt le a harmadik helyezésről. Ez a fotó egyébként Yuri Beleckinek volt a nagyon nagy kedvenc, ez a Smiling Galaxy, ő lett a harmadik helyezett a galaxis kategóriában, és ilyen nagyon nagy csata volt rajta, hogy akkor most ki mit mond, és így. Tehát ugye mondhatni úgyis, hogy hajszállal múlt az, hogy lett-e magyar díjazott, vagy nem. Ez volt az idei érdekessége, a legfeszültebb pillanat a számomra a zsigizésben egyébként. Elgondolkodhattok, hogy melyik a fotó az, ami nektek az erősebb. Itt ugye ez lett a őt kivégő győztesen, a harmadik helyért győztesen. A második helyezettel nagyon sokan egyetértettünk, és talán ő a versenynek a nagyon nagy kuriózuma, az M33 galaxis, ahol nincs ott a galaxis. Tehát ez egy 70 órás expozíciós idejű, az 70 vagy 50 vagy 70 óra, talán 70, Takahashi 100-as talán, és az a lényege, hogy egy eljárással a szerző lefotózta a galaxis, lefotózta a csillagközi régiókat, és a két képet kivont, leszett a csillagot, és a két képet kivonta egymásból, és az a galaxis által keltett ilyen nagy gradiens halót, azt el tudta tüntetni, ezáltal csak a csillagkeletkezési régiókat tudja láttatni, és ez igazából azt a utat, amit a galaxis fotózás bejárt, hogy hogyan emeljük egyre keskenyebb sávú szűrőkkel a tejútból, vagy más galaxisokból a csillagkeletkezési régiókat, ez a fotó erre az út végére tett egy pontot. Annyira ki tudjuk emelni a csillagkeletkezési régiókat, hogy nincs ott a csillag, csak a H2 zónák. És mindezt ez két csatornában, ugye ezt mindenki biztos, aki fotózta az M33-at tudja, hogy az M33-ban nagyon sok ilyen O3 régió is van. Borzasztó színes az M33, hogyha a csillagokat nem nézzük, akkor ezek a csillagkeletkezési régiók egészen messze a centrumtól is ilyen baromi színgazdagok, tehát ilyen zöldes-kékes, vöröses árnyalatban ragyognak, itt az NGC 604, ez a nagyon fényes csillagvihar. Ugye, tehát a M33 az egy ilyen szempontból izgalmas galaxis, ilyen majdnem csillagontó galaxis kategóriában sorolhatnánk, és ez a fotó ezt teljesen kimaxolta, és itt gyakorlatilag nem nagyon volt kérdés az, hogy ez valamilyen módon ezt díjazni kell, tehát olyan egyedi meglátás, olyan lépés, amit pedig nem nagyon tapasztaltunk. Én azt gondoltam, hogy ez lesz a nyertes fotó, de nem ez lett a nyertes fotó a kategóriában, hanem ez, amit nagyon nehéz hova tenni, mert egyrészt ez egy teljesen egy gyűrű alakú All Sky kép. Ez egy teljes All Sky kép. Az úriember bejárta a Földet, és
és mindkét féltekén, mindkét évszakban fotózott, hogy ezt el tudja készíteni, és ebből gyakorlatilag egy olyan, Rafi biztos tudná, ha itt lenne, mondaná, hogy milyen módon tudta úgy torzítani a teljes látómezőt az úriember, hogy mint a ilyen kisbolygót csinálna, tudjátok, amikor állunk a Földön, és van egy körpanorámás képünk, azt lehet úgy torzítani, hogy a Föld, a horizont, az egy ilyen gömbé össze torzul, és az ég körben látszódik, és ezt most itt a galaxissal csinálta meg valószínűleg az úriember. Azon ment a vita, hogy ezt lehet-e valódi vetülettel csinálni, vagy ehhez Photoshoppal össze kellett valamit hegeszteni, és nagyjából az jött ki, hogy ezt meg lehet valódi vetülettel csinálni, tehát ez egy valódi vetület, annak itt én érzékelem, hogy ebben egy picit látszódnak itt a panelillesztéseknek így a helyei, de sikerült olyan perspektívába helyezni a tejút fotókat, egyáltalán az égboltról, galaxis funkról készült képeket, de itt van minden, tehát az Andromeda között meg a kísérő galaxisokat többször meg lehet találni. Ugye Magellán felek ott vannak jobbra a gyűrűben, Andromeda meg balra a gyűrűben, ugyanúgy ott figyel, tehát ilyen tök izgalmas ez a perspektíva. És ez mint ilyen gyűrű, mint tökéletes jel az égen, stb. Ez gyakorlatilag így fotográfia értelemben is így elvitte az első helyet. Szóval gyakorlatilag így alakult ki a galaxisok sorrendje a versenyen, amiben az játszott nagyon nagy szerepet, ha megnéztek az első jelzés, hogy van benne egy újszerű perspektíva, újszerű meglátásmód, és nagyon erős képgrafika, vizualizáció, vagy nem is vizualitás, ami ezt hat az emberre, és ezt nem nagyon lehetett megdönteni egy hagyományos fotóval. Ugye még játszott a gyűrűs galaxis a csillaggal, ugye, mindjárt megmutatom nektek, ugye ő még itt játszott, hogy ő is gyönyörű kör az égen, és még egy jelszerű csillag is a mellette. Itt fölmerült az, hogy itt a fehér egyensúlya nagyon a lilába hajlik, és ezt be kellett volna tudni állítani. Jó, túl sok a kék a képen, és akkor ezt gyakorlatilag nem tudott billenteni a díjtól, eltávolodott az a fotó, és ez a három fotó lett a díjazott ő, meg a galaxis nélkül M33 és a gyűrűs tejút. És akkor, amit mondtam, a nagy verseny itt a harmadik és a negyedik hely között zajlott, ugye ez a belső titok, amit senki nem tud, hogy a shortlistben milyen a sorrend, mi azt, mint zsűritagok látjuk, hogy nagyjából a képek hol állnak meg, kifelé már csak az első, második, harmadik helyet lehet tudni, de ez a fotó, ez a negyedik. Úgy jegyezhetjük meg, hogy a Feldúti Peti fotó a negyedik helyen végzett, ez nagyon egyértelmű, vagy majdnem harmadik lett. És akkor itt most el lehetne arról beszélgetni, hogy kinek mi tetszik, de talán pont ezen a kategórián, ami most idén nagyon-nagyon izgalmas volt, hogy a galaxisok, főleg a díjazott képek lettek izgalmasak, látszik, hogy nem csak a nagy távcső az, ami labdába rúg, nem csak a nagy erő és a potenciál az, ami itt képet tud csinálni, hanem most megnézzük ezt a teleobjektíves fotót, ebben van fantázia, kreativitás és ügyes megvalósítás, megnézzük, tök jó színesek a csillagok, nincsenek bemozdulva a fához képest, ad egy ilyen gyönyörű, ilyen szép őszi éjszakás vizuális élményt, amikor lehullottak a levelek a fákról, tehát sok minden van benne, amit egy ilyen soktagú zsűri megnéz, és ebben az a jó, hogy nem mérhető paraméterek alapján nyer egy asztrofotó, hanem igazából valamiféle érzés lesz az, ami meg valami vizuális izgalom, amitől valójában be fog kerülni, vagy díjazott lesz. És akkor most Peti rögtön felvetette, hogy beszélgessünk a fotókról, vagy mondjam el, szerintem most akár beszélgethetnénk is, mert igazából az összes képet végigmutogattam, és itt látszanak párban összetartozó fotók, én megkérdezném, beszélgethetnénk róluk, akár ha van kedvetek. Én megkérdezném a többieket, hogy beszélgetni akarunk, vagy Laci menjen végig a Stars and Nebula kategórián is. Tehát, hogy még akartok még képeket nézni,
vagy a többi kategóriát hagyjuk későbbre, és beszélgessünk a galaxisokról, ez a kérdés. Én megnézném még a másikat is, személy szerint. Itt szavazat az kevés, de én is szívesen nézegetnék. Jó, mellesleg én is inkább néznék még képet. De jó, hát akkor nézzünk képet, akkor vászunk még ki egyet, mert 10:30 van, és akkor legyen a Stars and Nebula, mert az... Hát igen, mert, de egyébként csak mellesleg mondom, hogy a Hold kategóriában is megtekintésre érdemes fotók vannak. A Hold kategória győztes fotó szerintem az kurva jó. Egyébként a legkevés, tehát a másik unalmas kategória a Stars and Nebula szokott lenni. Tehát ez ugye nagyon fáj, mert a fókuszunkban a mindig valahogy a valódi asztrofotózás alatt a csillagokat és ködöket értjük, és itt van a legkevesebb kompozíciós lehetőségünk valójában. Tehát itt születnek mindig a legegyformább, na sikerül megosztanom. Sikerült? Jó. Ugye? Látjátok. M57. Igen. És akkor itt mindig ez a legfókuszáltabb kategória, mindenki erre egy út, ide jön be, gyakorlatilag a legtöbb kép. Azt mondták képbe, mert a Deep Land Space, meg a mi ez a másik, a Skyscapes, tehát ez a két nagyon sűrű kategória, mert ezt könnyű előállítani relatíve, tehát ugye nagyon jól az ipar, asztrofotós ipar nagyon jól legyártja már a rengeteg asszotály képet, mert hát ahhoz egy kézzelfogadó felszerelés tartozik, nem pedig valami elképesztő, brutál, nagy távcső. A másik pedig, ha már emberek nagy távcsője van, akkor ugye emberek a mélyég objektumokra gyúr, úgyhogy ott a csillagködők mindig túltengésben vannak. De itt az a probléma, hogy az összes ilyen feldolgozási borzalmat is hozza ez magával, tehát ez az a kategória, ahol ilyen gyűlíthetetlen helyzetek állnak elő. Erre a képre ránéztek, látjátok, hogy ez egy baromira kiexponált M57. Na, egészen sok héja látszódik ugye ennek a külső halónak, és ott az a galaxis mellett az is nagyon-nagyon nagyon életre kelt. De ha megnézzük a csillagokat, akkor látjuk, hogy valószínűleg ez a diffrakció, amit itt látunk, az mintha nem igazi lenne, hanem ez egy ilyen pluginos, műcsillagos játék. Ugye már a csillag az igazi, csak a tüske rajta az nem. Tehát rögtön ezek a kérdések mennek föl, ezekre a kérdésekre igazából nem tudja a zsűri a választ jól. Tehát nem tudunk ezzel, megoszlanak a vélemények, valaki azt mondja, hogy le lehet szedni a csillagot, valaki azt mondja, hogy rá lehet tenni a tüskét, mert amúgy is mindenki ráteszi, és akkor ezért ne zárjunk ki erős képet. Tehát itt rengeteg rákfenél bújik el a dolognak, és erre nincsenek jó válaszok, de különböző vélemények igen, és ezek olyan random befolyásolják a dolog kimenetelét, hogy szinte követhetetlen. Azért ezt sajnos csak piciben van meg, ez nagyon nagy kár. Most nem lesz élesek, hogy kinagyítom, mert csak a pixeleket nagyítottam föl. Ez egy elképesztő, ez ott egyetlen Orion köd az egész versenyben, ahol az Orion köd látszott. Orionnak ugyanúgy kiestek, hogy az Andromédák, tehát ezt így sikerült ezeken tovább lépni, hogy nem kell nekünk Orion köd. Jó, akkor nem kell, tényleg lépjünk túl, hogy vannak sokkal érdekesebb csillagködök is. Ez egyetlen kép, ahol van Orion köd, és erről azt kell tudni, hogy... ennek a felmontása körülbelül olyan volt, mint hogy valaki 30 centis távcsővel Magyarországról lemozaikolná. Tehát az Orion köd részletességéhez fogható részletességet én magyar asztrofotón nem igazán láttam még. Tehát ha csak azt a részt nézzük, nincs benne nagyban. Tehát ez egy ilyen hatalmas mozaik, hihetetlen nagy felmontású, ugye HFA-ban készült az egész, és ettől van ez a nagy hullámzás. Ez egy majdnem díjnyertes fotó lett, amúgy fantasztikus munka. Ezen a fotón nem látszik ezen a 100x200 pixelen, de ez egy döbbenetes fotó volt. Azért pottyant ki számomra, mert elkövette azt a hibát, amit minden ezt a régiót megörökítő asztrofotós elkövet, beleerőszakolja az M78-ot. És igazából a két fő téma, ugye a nagy hullámzó Orion köd, és mellette ez a nagy üregben ülő, hatalmas üregben ül,
egy nagy folyás alján, ugye a lófejköd, ami egészen más konstellációban látszik ezen a fotón, mint általában a többi asztrofotón, ez valójában a kép egyensúlyát nem hozza jól létre, mert be lesz huszakolta a képsoróval az M78-at, és igazából a kép alsó, főleg bal alsó fele az üres, és igazából én akkor úgy éreztem, hogy nem jó, mert más érezte azt, hogy nem elég ez, és ezért ez nem lett díjazott, de hatalmas vita volt a fotók körül. Akkor ez Patrik jól megkritizálta ezt a fényképet, hogy jó-e vagy nem, mert egyébként nagyban nem volt olyan rossz, egy kicsit kék, ugye, a cápa. De a galaxison látszott, hogy szép felbontása van. Ez majdnem olyan, mintha a Lázár Józsi fotózta volna. Amúgy. Tarantula köd. És egy poén. Ez mindenképp benne akarta tartani a... Akkor mégiscsak van még egy Orion. Van, jó, de igen. Hát ennél Orionabbat nem tudsz fotózni, mert ebben az egész Orion csillagkép rajta van. Hát igen, ötször. Igen. Jó, de ezt nem is tartom számon ezt a fotót. Mert ez nem Orionként tartott. Ez nem, nem attól volt érdekes, hogy Orion, hanem attól volt érdekes, hogy basszus, hát valaki emulzióra fotóz, kémiai módon fotóz, hát az fantasztikusan értékes, és ez muszáj bent tart, hogy milyen szép, hogy úgy szkennelte be, hogy a feliratok benne vannak, és ez én nem zsongtam az örömtől, amikor ezt így mindenki más rápörgött erre, de bent tartották, és jó, oké. Egy másik képet kiütött, de sok az egyforma kép, tehát igazából lehet, hogy nem baj ez. Egy valaminek utána néztem viszont, mert engem zavart ez a dolog, és mondom, hogy egy átlagos nyerskép gondoltam, és visszanéztem korábbi fotóimat, mert én is fotóztam nagyon régen így emulzióra, és pont ugyanígy. És az az igazság, hogy magyar falusi jégről mindenféle szűrő nélkül nem jön ennyire az Orion csillagkép. Ez jó helyről készült. Ez piszkosul jó helyről készült ez a fotó. Csak nem látszik rajta, mert ugye ennyit tud az emúzió. Ez egy érdekesség. Tehát, hogy ez mindenféle kontrasztemelés nélkül a nyersképen így néz ki, az egy piszkosul jó helyről készült, valószínűleg nagy horizont feletti magasságban, tehát valami délebbi vidékről, majd megnézem, hogy honnan. Hát ugye ezt a planetárist ezt mindenképpen kell tartani. Éder Iván fotózott erre jó sokat, és remélem ő sokkal szebben fogja feldolgozni, mert nekem ennek a feldolgozása nem annyira tetszett. Ez a fotó, ugye ez a kezek köd, ez piciben fantasztikusan szép, nagyban is nagyon-nagyon szép, egy kicsit túlcsoldul rajta a topáznak az élesítése, közelről eléggé, de egyébként egy döbbenetes felbontású fotó, tehát olyan részletek látszódnak a nagy felbontású képen, hogy ebből a régióból, hogy egészen elképesztő. Ami igazán izgalmas rajta szerintem a mi szemünk számára, hogy aki ezt fotózta Namibiából, azért ő emlékszik rá, hogy ez egy borzalmas csillagmező kerüs közepén csücsült. És az, hogy ilyen szépen elő lehet hozni ezeket a ködrészleteket ilyen módon kiexponálva, ahhoz egy nagyon komoly technológia kell, mint képfeldolgozás, mint a fotózás terén, és ez is egy nagy távcsöves, egy csapat fotóztat több embernek az együttműködésével, remote-tolt távcsövekkel. Van egy nevük egyébként. Hát nem a Sűsápi Amatőr Csillagászkosztó Egyesület, hanem valami más nevük van, akik ezt csinálták. Többen nevezték be ezt a fotót, egy nagy mozaik amúgy. És ugye ebben az a kicsiben nem látszik, de az a nagyon-nagyon szép, hogy a csillagmező aránya a köthöz képest nagyon jó. Ilyen Hubble űrtávcsöves, tehát hogy sok kicsi csillag, nagyon gazdag ködök. És akkor jönnek azok a csillagködök, amik asztrofizikai érdekesek, ugye van az asztrofizikusa Annie Maunder, hölgy, mindegy, a csapatban, aki nagyon szereti, hogyha valami érdekes is van, nem csak úgy egy jó köt, hanem valami izgalom, és ebben a, én nem tudom, milyen objektum ez, egy planetáris ködnek tűnik elsőre, de valószínűleg nem az, jetek vannak két oldalt, és ez ilyen értelemben egy barom érdekes fotó, de ez is nagy távcsöves, olyan objektumokról van szó, amiket nem a 20 centis távcsövekre méreteztek.
Ez a hangyászköd, ha minden igaz, egy nagyon érdekes kivágásban, és ez a kivágás okozta a fotónak a sikerét, meg azt is, hogy nem lett díjazott, mert hogy ez egyetlen gömbhalmaz fotó az egész shortlistben. És baromi jó, hogy ezt a kékes reflexős ködös csillaghalmazos területet, ahol még ilyen csillaghalmazos régió van, ezt összehozta így ezzel a gömbhalmazzal. Viszont ez a kép egyensúlyának, vagyis a kompozíciónak egy rovására ment, és ezt emiatt nem is tudott díjazott lenni. Itt pont ez merül föl. Nagyon izgalmas, tök jó lenne, ez a páros, így ez a kétféle világ, ez a csak csillagból álló gömbhalmaz, meg a sűrű, ködös, ilyen éppen előbújó csillagoknak a világa itt találkozna, de valójában a kép nagy része középen egy ilyen barna szutyok, Éder Iván kifejezésére egy ilyen szutyok, tehát hogy így semmi van középen, és ez igazából a kép egy jelentős részét értékteleníti, és ilyen értelemben ez a kép ketté esik, és nem az igazi a kompozíció. Ezt hagyjuk, mert hogy izgalmas is, meg de hogy úgy el is van rontva, nagyon sárga volt, nagyon gazdag volt, nagyon tetszett sokaknak, ez van, tehát mindenkinek más az illése, ez így ilyenkor bejut. Ez egy nagyon szép, de nézetesen vágott, kicsit elvágott, nagyon mély, de nagy távcsöves, de szerintem a Kispeti fotójánál amúgy nem mélyebb, M78, nagyon-nagyon szimpatikus volt sokaknak, mert vannak ilyen pici protoplanetáris részletek benne, ezek a hermikaró objektumok, ahol ilyen naprendszerek születnek, mindenki nagyon lelkes volt, de szép részletes, nagy távcsöves. De egy picit pont az hiányzik belőle, ami a galaxisoknál, ugye a Tóth Bence fotójában megvolt, hogy ugyan de dinamikus, és pedig kis távcsöves a fotó, a nagy brutál galaxis fotóval szemben. Itt pont ezt hiányoltam én egyébként, hogy nagy tárcsos fotó, oké, de hogy valami még történhetne. Nagyon szép fiastyúk. Amúgy tényleg ez nagyon-nagyon szép volt. Tehát, hogy örülünk a diffrakciós tüskéknek, a gyönyörű porködök, sokas a örvénylésének, nem telibe kék, hanem érezni ezt a fátyolóságát, ez egy szép fotó volt. Ugyanez. A fiastyúk, egy mondat. Az a fotó, amiben asztrofotós szemmel nem lehet belekötni. Tehát tökéletesen kivitelezett fotó. Hát a mi szemünkkel. A mi szemünkkel, igen. És amikor egy ilyen válogatásban nézed, akkor azért felteszed a kérdést, hogy elég erős-e ez vizuálisan. Igen, igen. Ez nagyon egy érdekes dilemma, nem? Igen, igen. Itt teljesen igazad van, tehát tökéletes diftüskék, baromi jó a kontrasztarány, a sötét ködök, nagyon izgalmasan épülnek föl ilyen kék, reflexiós ködökké, baromi szép a csillagoknak a kezelése, egy nagyban is szép volt, tehát ez emlékszem, de ez egy nagyon jól megcsinált fotó volt, és egyébként mezőnyben nem esik ki a többi kép közül, sőt, igazából úgy igen. A többi kép nem ugrik ki mégsem, tehát nagyon izgalmas ez, amit a Peti mond. Ez erre is igaz amúgy, tehát a sötét ködöt fotózunk, azt tudjuk, hogy egy ilyen képnek az előállítása az egy ilyen embertelen munka, a fletelés, a csillagoknak a kezelése, hogy ne legyen rajta a gradiens sehol sem, vagy a mozaik, hogy összejön, és akkor ez a kép, ezt tök jól tudja, de nem nincs rajta például valami izgalmas dolog, amit úgy kiesne a képernyő, valami nagy csomó, csak a részletek fantasztikusan szépek. Mi ezt mondom, ilyen jelenlő fotókat szeretjük egyébként, de amúgy nem ugrik le a képről. Vagy a képernyőről. Na és akkor ez egy Wolf-Rayet köd, tehát mi lesz Wolf-Rayet köd, ez annyira különleges, hogy akkor ez, vagy lehet, hogy nem az MS volt, de ez volt a Wolf. Nem, most nem, a Wolf-Rayet köd kiesett, mert az nem volt olyan látni, csak egy planetáris köd. Talán. Nem is tudom. Hát igen, ez az asztrofizikai oldal, ahogy így megjelenik a sűrűzésben, hogy már pedig legyen olyan objektum, baromi érdekes, nem szokták lefotózni, és akkor a nagy távcsöves amerikai asztrofotósok, azok így ekkor labdába rúgnak. Jó. Nekem ez volt a nagy kedvencem, amúgy, ugye Sirályköd, lent déli féltekén, innen elég nehezen fotózható. Szűcs Matyi egyébként török koppányból, vagy Beleskáról, nem is tudom melyikről, van Beleskáról talán próbálkozott ezzel, és nekem ez azért tetszett nagyon,
mert nem arról szólt, hogy ahol a gótú megáll, hanem egy kicsit el van húzva a kompozíció, van egy ilyen zászló a jobb oldalon, és balra indul el a zászló, és fantasztikusan sok dolog történik, tök jó pici csillagok vannak, tehát hogy nagyon gazdag, nagyon szépek a színek, nagyon szépen ki van bontva minden árnyalat ezen a képen, és egyébként ezen a fotón fedeztek föl planetáris ködöt. Valahol itt. Nem, most éppen nem is tudom, hogy hol. De ugye, ebből a fotóból bányásztak el felfedezetten planetáris köd ilyen maradványt. És ennek bazdán, hogy szifádom, nekem ez a fotó valahol a legeslegelején szerepelt a sornak, hogy én ezt magasra pontoztam tényleg, és a többit kevésbé. Némelyiket még magasra, de ez a magasabb között volt, és ez a sorban nekem nem jött föl nagyon. Tehát eznek nem volt esélye díjazottnak lenni. Pedig a színei, ha megnézitek, a kék, vörös, sárga, zöld, tehát minden megvan, tehát nem ez a kék-sárga Hubble paletta, amit tudom, a többségezőcsának, hanem ez a nagyon gazdag árnyalatvilágon, a vöröstől a kékig minden megtalálható, nagyon szépen van beálltva a színegyes, nagyon gazdag az egész, és ezt például nem akarták észrevenni, már hogy sort is lett, de hogy nem merült, hogy tovább menjen fölfelé. Ellentétben ezzel, a struktúrák nagyon szépek, de csak két árnyalat, bicolor a fotó, ilyen a Hubble paletta, bicolor a kép. Kék van, meg narancssárga, és kész vége. Sokkal gazdagabb színekben az előző. Sokkal izgalmasabb. Sokkal többet tud a kompozíció. Ez is nagyon szépek a struktúrák, ezek a szálak, ezek egészen fantasztikusak. Sok expozíciós mozaik. Ez jobban tetszett mindenkinek például, mint az. Azt hiszem, ez se lett díjazott. Sötét köd. Nem tudom, hogy ezzel bárki próbálkozott-e valaha. Ugye itt az a reflexiót fotózta még Eden Block valamikor itt középen. Hát, igazából egy is olyan fotó, aminek szerintem így örülünk, hogyha ilyesmit látunk, ez egy szépen kivitelezett sötét köd, de el sem ugrott le a mezőről. Na, és akkor fátyolköd dömping is volt, és két fátyolköd maradt versenyben. Ugye ez érdekes az, hogy aztán pedig te beküldted a nagy mozaikot, ami nem szerepelt, és beküldted ezt a kroppot. És itt az volt a mondat, hogy ez azért szimpatikus, mert szép a kompozíciója. És itt megint az jön elő, hogy daj de jó, nem csak a technika az, ami számít, nem csak az, hogy nagy a mozaik, vagy tudom én, nagy a távcső, vagy nagyon mély a felvétel, hanem az, hogy szép a, ez megragadta az ember, őket, hogy szép a kompozíció, és ez úgy bemaradt a sortizben, tök jó, nem számítottam rá, hogy elképesztő fotók vannak, és akkor így egy ilyen magyar amatőr csillagász jellegű fátyolköddel, ami még nem is Hubble palettás, hát mondom, hát nem lesz itt sok esély, és a szép kompozíció az észreveszik, és ez egy tök jó dolog szerintem. És itt a párja igazából, ami a brutál fátyolköd, ahogy még mindig nem láttuk, és azt gondolom, hogy ez itt jogosan van ott a harmadik helyen, ahol van, mert itt sikerült valakinek megvalósítani azt, hogy a teljes fátyolköd komplexum az ott van egy fotón, és csak a fátyolköd, tehát hogy csillagmentesen. De megint kérdések sokasága, miért le lehet szedni a csillagokat, nem lehet leszedni, Hubble paletta, nem Hubble paletta, milyen mély, nem tudom én, tehát hogy, de hogy itt nem volt kérdés, hogy egy ilyen kaliberű fotó az úgy felmászott a harmadik helyre. Ami nekem nagyon furcsa, és nem tudom azóta sem a magyarázatot, az, hogy lehet, hogy a hidrogén sok helyen vörös, és a belül, a belsejében, a fényes részeken pedig sárga. Tehát ennek mi az? Ugye olyan, mint a kívül, csak sima hidrogén H-alfa lenne, vörös H-alfa, belül pedig Hubble paletta, és nem tudom hova tenni ezt a kérdéskört magamban, hát egyszer rájövünk közösen. Nem tudom, értek, hogy miről van szó, hogy a külső héj, ez a burok, ami körülvesz, ez olyan, mint hogyha egy ilyen hagyományos vörös H-alfa csatornával, vörösvetett H-alfa lenne, vörös csatornával tett H-alfa, míg a belseje, a fényes részek azok tipikus Hubble palettás, ilyen kék-sárga Laci, jelennek meg. Ez három szűrővel készült? Szerintem három, igen. Szerintem összerakta a bicolort meg a Hubble palettásat, ahogy mondtad. A Hubble palettással kevésbé volt látványos, gondolom én.
Hát, mert ugye itt a sárgának kéne lenni a külső. A külsőnek is, igen. Ugye itt az az érdekes, hogy H-alfában, ha csak H-alfával fotózva, az a külső gyűrű, az pont ugyanúgy jön, mint a fényesebb részek. Meg bikolorban is. Tehát az én bikolor mozaikomon az a gyűrű, az látszik, az megvan végig. És pont ugyanolyan, mint bármelyik másik része H-alfában. Ez vagy valami olyan feldolgozási metódust használt, hogy a szín egyensúlyra nem csak a három csatorna aránya hatott, hanem a fényesség is. Nem tudom. De ezt egyébként. De az van, Laci, hogy én ezt más fotókon is láttam már. Tehát nem ezen a fotón, hanem HST palettával készült fátyolköz fotón, én ezt ugyanúgy, ez nekem ugyanúgy feltűnt. Ez a külső gyűrű, az vörös, az ismertebb, fényesebb részei, azok pedig narancssárgásabbak. Tehát ez lehet, hogy valamiért ezt adja ki. A HST palettával. Nem ugye, tudom. Ugye, szerintem az van, hogy a külső gyűrűt igazából csak H-alfában tudja lefotózni, hogy se oxigén nincsen, se kén nincsen. És akkor gyakorlatilag ott elvész a színinformáció, mert hogy nincs meg a másik két csatorna, és akkor igazából zöldnek kéne lenni. De mégis vörös, ez a furja az egészben. Tehát, hogy valójában, ha hálót palettában teszed, akkor ugye ott csak zöld van, mert az is többi fekete, és akkor... Hát akkor, hogyha a H-alfát a zöld csatornába raktad, de nem biztos, hogy abban raktad. Mert ez keveréstől is függhet. Meg az is, hát, amit a Patrik mondott. Na jó, de itt szerintem ő akarta reprodukálni a Hubble palettát, de ja, hát igen, keverés függő, de nem úgy néz ki, mint aki szívbajos lett volna. És érdekes lenne ezt tudni, mert ha ezt adja egyébként valami mechanizmus, akkor azt jól lenne ismerni, ha nem, akkor azt is jól lenne ismerni, szóval ez ilyen, ami szép, nagyon szép az összhatása, csak ezen én azóta agyalok, hogy nem igazán értem, hogy a zöld csatornába kerül a Hubble palettában, hogy a H alfa, akkor az mitől lehet vörös, hogy nincsen kén. Vagy biztos, hogy három szín csatorna, nem lehet, hogy bikolor? És akkor a bikolor próbálta trikolorosítani? Azzal, hogy két bikolor képet összekever? Lehet. De lehet az is, igen, tehát lehet, vagy a keverés, vagy az, amit a Laci mond, hogy a külső részen egyáltalán nem jött semmi más a H-alfán kívül, de a H-alfát nem a zöldbe rakta, hanem a vörösbe. Igen. Amúgy a belső részek baromira szépek, tehát ez a finom színharmónia benne, hogy a vörösből a zöldön át, te itt a sárgák ki, és hogy a kékek is följenek a fényes részeket, nagyon szép, tehát szerintem ez nagyon szépen összerakott fotó. Sokkal jobban értem ezt a fotót, mint egyébként a második helyezettet, a csillagtalanított ez a futó csirke, ugye? A boglobuglákkal középen, neki baromi lelkes volt, és nem értem mire. A kép nagy része egyébként üres, tehát hogy nem nagyon zajlik benne semmi. Szép, de hogy... Szép, de igazából nem tudom megmagyarázni, hogy miért ez. Hát, vagy az összhangulat ezt tolta fel a második helyre, én nem tudtam ezen annyira mit kezdeni, de még kevésbé tudtam az első helyezettel mit kezdeni, ez nem értem miért akkor egyébként. A szivárvány színű Kalifornia köd, és így tök szép, részletes, meg átlós, de hát ez szerintem, na mindegy. Én ezért nem voltam odáig ezért a fotóért, és nem értem igazán, hogy miért szivárvány színű, és azt sem értem, hogy miért ez. Nem olyan karakteres nekem, hogy az első helye legyen, de ez dobta a rend. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzet, ilyenkor tizen vagyunk, és kész, hát valami kialakul. Mindenki boldog volt, hogy Rainbow, nem tudom, és Rainbow Dreaming, nem tudom, mi a neve. California Dream, igen. Laci, az van egyébként, hogy HST-be lefotózva ez így néz ki. Ilyen lesz. Tehát én ennek már nagyon sok változatát láttam idén, eszméletlenül népszerű lett. Egyébként nem csak az eredményhirdetés óta, már korábban is, tehát már ugye ennek most van a szezonja, és az eredményhirdetés az ugye most volt a Kalifornia szezon előtt nem sokkal, ugye az talán nem véletlen, hogy most nagyon sok
hasonló képet látok, de már előtte is láttam ennél sokkal jobbakat. Tehát ennek nem az a baja szerintem ennek a fotónak, hogy ilyen a színe, hanem hogy ezt egyébként sokkal jobbra is meg lehetett volna csinálni, tehát nincsen szépen feldolgozva. Ki vannak olyan, ugye valamelyik, nem is tudom melyik, talán a csillagképek zsűrizésnél találkoztunk olyan képek, ahol pont a Patriknak volt egy olyan tök jogos kritikája az egyik fotóval kapcsolatban, hogy olyan lépéseket hagyott ki, amik ilyen nagyon olcsó lépések lettek volna, szóval nagyon könnyen meg lehetett volna csinálni, és nagyon-nagyon sokat dobtak volna minőségén. És én ezen a képen is ezt érzem. Tehát nem lett túl szépen feldolgozva, viszont önmagában meg látványos, és ugye az érezhető, hogy a zsűri az nem az ilyen részletekben nem fog belemenni, hogy mennyire van alaposan zajszűrve, mennyire vannak az artifaktumok alaposan kivédve, vagy eltüntetve, csak az összhatásra. És valószínűleg nem nagyon volt másik, már a longlistbe se ebből a típusú feldolgozásból. Holott egyébként én láttam, és még talán mutattam is neked, Laci, egy ehhez nagyon hasonló gépet, és arra még te is azt mondod, hogy az szebb lett. És nagyon hasonlít ehhez. Nem tudom, emlékszel-e? Rémlik, igen. Mert hogy önmagában egyébként ezzel nem lenne baj. Nekem ilyen apróságokban, tehát apróságok zavarnak ezen a képen, csak abból az apróságból sok van, vagy több. Igen, de nem ilyet, basszus, én ránézek, bocsánatot, hogy egy pillanat, átosztom ezt a képernyőt így mindjárt, hogy az összes kép látszódjon, de valahogy jó nagyban. Meg tudom csinálni, hogy extra nagy ikonok, és a... kivesszük a navigációs ablakot, ez az. Tehát, hogy... és így osztom meg, hogy egyben ránézünk, akkor nem... Szóval szerintem nem az ott az első hely. Így. Tehát most végigkörgettem ezt. És nekem nem. Tehát még a másodikat, harmadikat megértem ilyen piciben nézve. Nekem vagy az első rezd gyenge, amit látok. És mégis valami elragadta a zsűrit. Nagyon érdekes volt, hogy el voltak ragadtatva tüles. Nem értettem, hogy miért. Hát miért nem az alatta lévőtől. Seal Austral Team, ez az ők, ezek a van írva. Vagy miért nem a fekete-fehér Orion, vagy oké, megmagyaráztam, de igazából fantasztikus erejű képek van, és nekem az nem az erős az a kép, az erő nincs benne, amitől hogy azt mondom, az igen, az oda való. Tehát, belelátták az LMBTQ-t, Laci. Én komolyan, de van egy ilyen érzésem, hogy ezt szerették nagyon is. Lehet, hogy tényleg ezért. Nem az LMBTQ miatt, nem a Rainbow miatt. Tehát azért néhány érdekességet, Laci, amiről te nem tudsz, azt azért elmondok. Nem néhányat, egyet. Ami nekem nagyon elkerekedett a szemem. Ugye te idén nem küldtél be, vagy az idei versenyre nem neveztél fotót nyilván, mivel zsűritag vagy. De évek óta te is nevezel, és én is évek óta nevezek. Idén először rákérdeztek a szexuális orientációmra a nevezésnél. Ez szép. De miért kell rögtön? Hogy mi a fasz számít? Miért kell, miért, tehát, hogy agyrém. De közben mi nem, tehát én a zsűri oldalon nem tudom ezt a paramétert. Nem is tudhatod. Nem is tudhatod. Tehát eleve egy képzsűrizésnél semmit nem tudhatsz, még a nevemet se tudhatod, semmit nem tudhatsz. Lehet, hogy csak simán egy statisztika, mit tudom én, de... De hogy ezt meg hogy lehet statisztikázni? Egyébként nyilván volt olyan opció, hogy nem válaszolsz, de jó, nem akarok ebbe az egészbe belemenni, nyilván csak, hogy ez ilyen nagyon-nagyon meglepő dolog volt. Egyébként az egyetlen módja annak, hogy a bárkit szexuális alapon akárhogy pozitívan vagy negatívan megkülönböztessék, annak az egyetlen alapvető feltétele az, hogy megkérdezzék, hogy mi a szexuális orientációja valakinek. Hát hogyha itt a megkülönböztetés ellen küzdünk, akkor ott kezdődne a dolog, ezt nem kérdezzük meg.
Igen, de azt lehetne különböztetni, akiről tudjuk. Tehát na mindegy. Egyébként én ebben annyira nem hiszem azt, hogy ez így. Hát inkább az, hogy... Hát az, hogy ez a szivárványos, az LMBTQ, akármi... Nem, tehát azt szerintem nem, egyszerűen csak szivárványos. Tehát önmagában a szivárványossága egyébként az egyetlen paraméter, ami kiemelje a többi kép közül. De nem azért, mert az jelképesztő van, nem a jelkép miatt, hanem a színátmenete miatt. Tehát egyetlen kép van, ami gazdag színekben, az alatta lévő, ami ugyanúgy, csak az nem szivárvány, az valamilyen kékes, türkizes tó, nem tudom, itt a Yellowstone Parkban valamelyik tó, az pont így néz ki, de ez a nagyon szép vörösből, narancsból, sárgaból, a ciánba és a kékbe, tényleg ez a tényleg szivárvány, ez egyetlen értéke a képnek valójában, és lehet, hogy egyszerűen ez tetszett nekik, most attól függetlenül, hogy mit jelképez, de úgy maga a képet én nem éreztem erősnek, és ez, hát ez van, tehát hogy valami dob a rendszer, tehát ez volt az a kép, aminek a legtöbben úgy érezték, hogy ez mégis megkérdőjelezhetetlen az első basszus, de nagyon lelkesek voltak rá, és valószínűleg az, hogy egyszerűen ennek a színátmenete annyira lineárisan rétegződik egymásra a színek, hogy tényleg a semmiből jön a vörös, a narancs, a sárga, a zöld, a cián és a kék, így semmi, hogy mondjam, ilyen trüvány is benne, csak így fölfelé jelkékül, az lehet, hogy egyszerre ez így ennyire tetszett, melyik ennyire megragadta őket. Jó, hát egyébként az tényleg, az egy gazdag, az egy nagyon gazdag színpaletta. Igen, színpaletta, ő kimaxolta. De én meg erre mondom, hogy én ennél láttam még ennél is egyrészt természetesebb, másrészt szebb feldolgozás, harmadrészt még ennél is színekben gazdagabbat, mert abban még lila is volt. És nem, ezt most nem azonban mondom, hanem azt tudom, azt beszéltük, Laci, hogy az egy ennél szebb fotó volt. Ja, viszont ami miatt meg lehet, hogy nagyon szimpatikusra tette az, hogy nagyon nem ezt az ábrázolási módot lehetett megszokni mélyékben. És ugye ezek a zsűrinek a nagyobbik része, vagy nem tudom, 80%-a, azt gondolom rohadtul nem érti, hogy mi történik egy mélyék fotón. És ez egy ilyen üde, szó szerint egy üde színfolt, tehát lehet, hogy ez csalta el őket. Igen. Ebbe az irányba. Igen, én egyébként ezt nem tudom annyira amúgy, hogy mondjam, én értem. Én nem azt mondom, hogy tetszik a fotó, de értem. Engem nem zavar nyomtatásban, egyébként jól néz ki. Ugye ez van a könyvborító. Igen, komolyan. Uh-huh, igen. Ezzel nyertes kép a könyvborító. Még egy... Igen, igen. Biztos? Ma vettem át a post. Mert volt egy ilyen fénykép, és a new cover kategóriában volt. Igen, na várja. És lehet, hogy az a könyv, vagy nem tudom, vagy valamelyikben. Igen. Tehát, hogy kettő volt. Lehet, hogy azt aztán kiejtettük, lehet, hogy nem ejtettük, nem tudom. Nem, Laci, ez. Biztos, akkor ez kívül tudod. Hát a frontborító, ez biztos, hogy az. Viszont nem ennyire intenzív, mint ahogy most itt a megosztásban látszik. Jó, hát jó. Tehát nyomtatásban kevésbé szaturált, kellemesebb. Most van a kezedben, mutasd meg! De jó, mert hát az nem olyan egyszerű. Nekem egy kamerát kapcsolj, aztán majd. Hát csak... én kapcsoló kamerát, csak nem biztos, hogy van elég fény hozzá. Ti most látok engem egyébként? Igen, látom téged. Valami lesz, ám. Hát... És... Aha. És tényleg nem? Tökéletes. Nem. Ki lehet nagyítani, hogy a kis képet, hogy ezt mindenki tudja, a view-ra kattintott össze-vissza előutóbb. Jó, tehát itt az ilyen ez egy borítónak tök jól néz ki. Mondom, hogy nekem azért alapvetően nincs bajom ám ezzel a választással, Laci. Jó, lehet, én lehet, elfogott lehet. Vagyok az alatta, látjátok a megosztásomat, akkor az alatta lévő kép azokkal a struktúrákkal, azon a... ez a kompozíciós dinamikával négyzetes kép, és tök jó valahogy van beleillesztve ez a dolog, nekem az nagyon tetszik, és egyszerűen az ott nem is merülsz föl, hogy az ott az a kép följebb menjen, ott egy kicsit ott le volt a törlet. Igen, de azzal a témával meg az van, hogy részleteket tekintve az meg nem annyira izgalmas. És emlékezzetek, tavaly mi volt,
Tavaly a Bence Kalifornia köddel newcomer kategóriát nyert. És annak a futónak is az volt az erőssége, hogy ugye az nem... Az talán egy bikolor fotó volt, de ha itt van Bence még, akkor majd mondja. Alapvetően igen. Azért egy vörös, árnyalatos fotó volt, de ez a borzasztó részletes és nagyon dinamikus hullámzás volt lefotózva. Ez egy kurva erős fotó volt, azt már akkor láttuk, amikor ez volt talán Bence első képe, amit egy elsők közötti képe, amit a galériákba is feltöltött. És ugye ez a nagyon jó dinamikájú, nagyon részletes hullámzás, ez ezen a fotón is átjön, és azt az alatta lévő nem tudja. Az alatta lévő az nagyon jó szerintem. Na mindegy, az egy kicsit más tud, de igen, értem. De amúgy azt tudja utána, amikor kiderült, lement a diátadó, akkor láttam egy megosztást, hogy bejelentette a srác, hogy planetáris ködöt találtak rajta, basszus. Tehát, hogy milyen értékes kép, egyébként két szempontból értékes, akkor az, hogy egy viadatot sem bírtuk föltolni, de mindegy, igazából nem is ezen vacakodok, hanem azon inkább, hogyha megnézitek, az első három helyezett, a többi az nem az ilyen random sorrend, tehát az első három az én beszámoztam, a többi az csak a neve miatt került oda, ahova. Az megnéztek, az Hubble palettás, keskeny sávos, és abból háromból kettő csillagtalanítva van. És ez szerintem nagyon sokat mond ez a statisztika. Hogy egyébként maga a teljes shortlist paletta, az tök jó. Tehát van benne planetáris, van benne extra, ilyen jetes ismeretlen objektum, van benne ilyen filmre készült kép, keskeny sávos, sötétködös, tök szép, fias tyúkos, nagy tárcsöves, M78, mindenféle, tehát az mindenféle, a Petiféle bikolor, tehát az tök mindent tud. De a díjazottak, Hubble paletta, szigorúan és csillagtalanítva kettő. És egy tök véletlen, hogy az nincs, a California Dreaming, a győztes nincs csillagtalanítva, mert az a csillagtalan lenne, akkor csillagtalan lenne mind a három. És ez egy ilyen elgondolkoztató dolog, hogy basszus, tényleg az kell, hogy csak Hubble paletta, és igazából csinált tanított kép, tehát ez egy kicsit, ez egy veszélybe vezető beszélgetés, de azért ez így valamit jelez, szerintem. Amúgy. Viszont az is sokat mondta, hogy az első képen nincs csinált tanítva, és mégis első lett. Szerintem itt a Hubble paletta, és nem a csillagtanítása az a tényező, amitől ezek tudnak emelkedni. Könnyen Hubble-palettára. Egy körülmény. Tehát vagy van csillagtalanítva, vagy nincs csillagtalanítva, nem az számított. A körülmény volt igazából. A csillagtalanítás az a Hubble-palettaságból, illetve nem is a Hubble, hanem a keskenyságból akad, mert azt könnyű megcsinálni. És az, hogy az első három fotó az Hubble-palettás, mert egyébként van a shortlistben még azon kívül három. Igen, illetve a keskensávból, igen, tudom, de keskensávosból ugye van még a három Hubble palettás, meg van még az én bicolor fotón, meg van még az a OU1, vagy mi a neve. Igen, ez. Igen, az ott így van. Illetve keskensávos még a fekete-fehér Orion is, Orion lófej, tehát az Orion övrégió. Ugye szerintem ez, tehát arról van szó, hogy egy adott minőséget keskensávban hatékonyabban, mondhatni könnyebben elő lehet állítani, ahhoz nem kell elutazni, ahhoz nem zavar a fényszennyezés, ahhoz nem zavar annyira. Könnyen elő lehet állítani, könnyen elő lehet állítani. Igen. És ezek ezért mennek. És olcsóbbak is elérhetőbbek a monokrom kamerák, amikkel érdemes kesken sávozni, szóval szerintem ennek egy technológiai és piaci háttere van, hogy ezek a fotók mennek. Ebben tudunk hatékonyan. Igen, de egyébként az, hogy egyébként ebben egyensúly van, tehát azért látszik, hogy van sötétköd, vannak ezek a kompakt objektumok, van mindenféle színű kép. Ennek oka van, ennek az ok, hogy a zsűrűzésnél, ugye elképesztő össze, hogy a shortlistelésnél baromi nagy számú képből kell keveset csinálni, és ebben a kategóriában van a legtöbb gyakorlatilag, a legtöbbet engedjük shortlistbe. De itt hatalmas, 200-ból lesz 20,
tehát vagy 150-ből lesz 20, tehát őrletes, hát amikor csillagképeket válogatjuk, annál sokkal durvább ennek egy kategória sortiszteléssel, tehát sokkal jobban a vágási arány, és olyan módszerek vannak, amik nem tudom mit csinálni, akkor elővesszük a, na akkor vörös ködök, cut off, és akkor vörös ködöket egymáshoz hasonlítva kívánjuk a, nem tudom, a 10 vörös ködből 8-at vagy 9-et. És marad benne 1-2. Oké, akkor Hubble Paletta cut off, és akkor tik-tik-tik-tik-tik, az is, akkor kilőni, marad benne a három legjobb. És akkor így sötét köd ugyanez. És akkor igazából szét van a szeletelve, külön, annyira sokképpen külön kezdjük el zsűrizni, hogy mindenben bánjuk a legjobb 2-3-at, és azért van ilyen egyensúly benne, tehát ez a zsűrizések a módszeréből adódik igazából. Nincs ilyen, nem az van, hogy csak Hubble Paletta, és akkor semmi más, mert egyszerűen azt kisűrítjük, ha túl sok van belőle, mert akkor nem tudunk máshogy képet kivágni. De Laci, most azt számolom, itt van 21 fotó, és ugye ott van még az a tarantulaköd is, meg az, amiről nem tudtad megmondani, hogy milyen típusú objektum, ha nem is az egész, de abban is vastagon van H-alfa, mert ez a jet az biztos, hogy nem, hanem az alatta lévő. Ez? Igen, mert a jet az biztos, hogy keskeny sávval. Hát, a jet az egyik az RGB, csak jet keskeny sávval. Igen. Tehát ez 21 fotóból 10 biztosan, de talán 11 keskeny sávval fotózott. Tehát azt lehet mondani, hogy a short is fele keskeny sáv, fele hagyományos. Viszont a hagyományos fotóknál majdnem mindegyiknél elmondtad, hogy ez az erőssége, ezért van itt a short is, de biztos, hogy nem lesz helyezett. Igen, mert vizuálisan nem tud olyan erős lenni. Mert nem tud olyan erős lenni vizuálisan. Szerintem tudna, csak ezt nem... Tehát azt szerintem az van, hogy aki baromira jól tud képet feldolgozni, az előbb, hogy elmegy az erős irányba, és elkezd Hubble palettázni, mert abban akarja kiélni magát, és engem a finomabb képesség, nem, finomabb lelkű emberek, finomabb vizualitású emberek, akik finomra hajtanak, azok nem tépik annyira szana szét a hagyományos, mondjuk sötétködös képeket. Pedig megtehetnék, de aki ezt megtenné, az meg már nem sötétködött fotózik, hanem Hubble palettát. Tehát van egy ilyen szétválás, hogy az, aki ennyi, egy visszafogott személyiségű, karakterű asztrofotós, vagy a képfeldolgozási karakterére gondolok, az nagyon szépen kidolgozza egy sötétködött, de nem fogja úgy széttépni, mint ahogy egy ilyen erősebb habitusú Hubble palettás megtépi a Hubble palettás képet. Sőt, leginkább szerintem a túlkapások átolni a Hubble palettával vannak, hogy így szétesik a fotó, nem tudom, színekre, és így basztus túl van tolva. Nem a sötétködöknél, mert ahhoz inkább ilyen finom precizitás kell, hogy minden részlet így a helyen legyen. Hát figyelj, Lati, szerintem ezt a gondolatot, amit most elmondtál, ezt tedd zsebre, és vidd el magaddal a következő zsűrizésre. Hát jó, csak mit kezdünk vele, mert összkép. Hát mit kezdünk vele? Neked kell kezdeni vele valahogy, nekünk nem. Érted? Tehát, hogy oké, tehát most megfejtettünk egy jelenséget, nem kell eldönteni, hogy ez jó vagy rossz, nem is tudjuk, és nem is dolgunk. Neked viszont majd valószínűleg szembesülnöd kell ezzel a következő zsűrizésnél, és majd belátásod szerint kezdesz vele, vagy nem kezdesz vele valamit. Hát igen, majd adódik valami valahol. Majd adódik valami valahol, igen. De neked ez mindenképp egy értékes output ebből a beszélgetésből, nem? Persze. Izgalmas ez amúgy. Ugye nagyon nehéz a csillagködökben rendet rakni, mert olyan távolról nézve egyformák is, ilyen amorf alaktalanok, és mégis van bennük rendszer, ezt nem árt érteni. És a zsűri egy része nem érti. Tehát ugye az érdemes tudni a többieknél, hogy itt vannak ők, hogy alapvetően a Greenwichi zsűri, amíg én nem voltam benne, egy darab asztrofotós volt benne. Ez most kapaszkodjatok. Tehát, hogy volt egy 10 fő zsűri, és volt egy asztrofotós, aki egyébként új asztrofotós, hogy a Skynet magazinnak ő a nem tudom milyen szerkesztője, és baromi sokat foglalkozik asztrofotóknak a szerkesztője. Tehát, hogy az asztrofotókat válogat a magazinba. És nagyon sokat foglalkozik ezáltal asztrofotókkal, de ő maga csinálni asztrofotót csak úgy ilyen potya, hogy mondják ezt, ilyen potyázó szinten tud csak. Tehát, hogy így tud, de hogy azért nem tudom versenyezni. Tehát, konkrétan a könyvben az ő neve mellé az van írva, hogy nagyon szabad fordításban, hogy
mellesleg lelkes amatőr asztrofotós. Igen, igen, igen. Tehát ő érti, hogy hogy készül egy ilyen kép, nem tudná ezeket megcsinálni, viszont baromi sokat foglalkozik velük, mert ő holnap a szerkezgeti, és mi beválogatja őket ugye az angol asztrofotósoktól. Mint a mi hónapképénél, tehát kb. Mint egy hónapképes ügytag lenne. És de hónapképes ügytagok jó képeket készítenek nála, de mindegy, ezért zárják bezárva. Na jó, az egyetlen asztrofotós ügytag, és a maradék 9, az művész, újságíró, vagy ugye csillagászati előadó, vagy kutató csillagász. Hát ezek voltak, de nem asztrofotós. Én ott az első asztrofotós, és egésznek az volt az idei zsűrizésnek az volt a lényege, hogy én szóltam tavaly, hogy ezen kéne változtatni, és mivel még ketten kiléptek, mert más dolgok akadt az életben, meg mentek tovább az életben, még sikerült két-három új zsűritagot behozni, amelyek között még egy asztrofotós jött, és a Júri Belecki. Tehát igazából két, hogy mondjam, nagyon asztrofotós személyiség van most a zsűriben, akik nagyon asztrofotóznak, az a Júri Belecki és én. Tehát, és a maradék 8, ők valamilyen másik irányból közelítik ezt. És szerintem az összes többi kategóriát nagyon jól lehet másik irányból közelíteni. Ezt az egyet baromi nehéz. Még a galaxist is lehet más irányból közelíteni, de a mélyeget egyszerűen baromi nehéz. És a shortlistelésen kiderült, hogy a Rob, tehát az a szerkesztő gyerek, aki neresleg asztrofotózik, amatőr asztrofotós, és én voltam, de mi voltunk a két asztrofotós a shortlist zsűriben, tehát amikor nem a végső döntés hozzuk meg a díjazottakról, hanem csak a shortlistet kiválogatjuk az 1500 vagy 1800-ból a 150-et, akkor két asztrofotós volt, úgyhogy a mély kategóriás shortlisteltünk, tehát 150-200 képből választottuk ki a jókat, gyakorlatilag ketten válogattuk ki a képeket. Tehát ez ilyen, és akkor a legvégén akkor mindenki elkezdett beleszólni. Mert amikor már csak 40 kép volt, akkor a többiek is mondták, hogy ja, igen, most már is mi is látjuk a különbségeket, de igazából a 180, vagy nem tudom, 200 képből, 160 alatt ketten szavaztunk ki. Tehát mert fogalmuk sem volt, hogy ez most jó vagy nem jó, vagy most ez ugyanaz az előző, de most az más, hát milyen jó vagy nem, mi ezt láttuk, ők nem látják. Nagyon érdekes. Tehát, hogy nagyon vak a zsűri mélyékben, ezt akarom mondani, és nagyon kevesen nem vakok. De a legvégén mindenkinek van véleménye, és ezért van elég izgalmas, hogy mi jön ki a végén. Ettől nem rossz a zsűri, csak érdekes a végeredmény, ezt akarom mondani. Tehát nagyon izgalmas egy fotoművésznek, aki nem tud asztrofotózni, a gondolata borzasztó izgalmas, mondjuk, amikor a legvégső vita van a döntős képekről, akkor tök jó dolgok sülnek ki. Egyébként ez egy érdekes dolog. Én egyébként azt érzem, hogy az elmúlt évekhez képest idén talán az idei az, ahol a legkevésbé lehet, vagy érdemes kötekedni a választással. Mellesleg én a saját képem lenne az egyik, amire azt mondanám, hogy mi a francot keres itt egy-két másik kép mellett. A többi egyébként szerintem teljesen jó helyen van itt. Korábbi években azért látható, hogy shortlist nagyon random volt, meg még a díjazott képek is. És hogy ez a zsűrizésnek a dinamikája, ebben az esetben szerintem ez így nagyon jól van, hogy szakértő szemmel, hozzáértőként kiválogatjátok a zsűrizésre érdemes fotókat, és utána a már általatok kiválasztott fotók közül egy kevésbé jól látó, kevésbé avatott szemű, más szemlélettel közelítő csapat kiválasztja a helyezett fotókat. Szerintem ez a sokkal egészségesebb dolog, mert mint ami például az Astrobinen van, ugye ott az a naív megközelítés van, hogy ugye ott is háromszintű a zsűrizés, ugye ott a napképe választás, de ott is, tudom én, szerintem több száz fotó kerül feltöltésre naponta, és ott hogy két hétig szerepel minden feltöltés után, két hétig szerepel minden fotó minden nap, tehát ott is több ezer fotó játszik, és ott úgy van a
zsűri összeválogatva, hogy van az a szint, ami a nagy tömeget szűri, aztán utána van egy olyan szint, ahol a már előszűrt képekből jelölnek napképére, és aztán ezekből jelölt képekből egy még kisebb, tehát az már csak néhány fő, tehát a 6-7 ember szinte mindegyik elkövetkező hétre egyet választ. Csak ott úgy van összeállítva a zsűri, hogy a legkevésbé hozzáértőek azok, akik az első szűrést csinálják, a második szűrést a kicsit jobban hozzáértők, és a leghozzáértőbbek választják ki a napképe, tehát az első helyezett, tehát ott ugye egy díjazott van minden nap. És ugye ez azért nem jó, mert fordítva kéne lenni, tehát a leghozzáértőbbnek kellene meghatározni azt, hogy egyáltalán miből lehet választani. És ugye ők kiválasztják. Ez katasztrófához vezet. Hát az katasztrófa is. Simán kilövi az erős képeket. Nem ért hozzá. És a hozzáértő már csak olyan képekből választhat, amit a nem hozzáértő mondott meg. És ez a metódus, amit mi gyakoroltatok most, az a jó, amikor a hozzáértő leszűkíti egy olyan körre a fotókat, amiből már egy hülye is ki tudja a jót választani, mert már csak jók vannak benne. És épp ezért szerintem ez a válogatás, ez szerintem teljesen megállja a helyét. Én nem érzek olyan nagy problémákat, mint a korábbi években ebben a két kategóriában, ebben meg a galaxis kategóriában. Szóval szerintem elégedettek lehetünk ezzel. Jó, hát akkor igazából átment a küldetés. Tehát a küldetés az volt, hogy bemenni, és meg rendbe tenni őket egy kicsit, és igazából az lett a vége az első lépésben tavaly én, aztán utána most a ketten a Beleckivel, és most a Rob is felzárkózott is, mert igazából hárman most már elég jól koordináljuk így a minőség ellenőrzés szempontjából a Beleckivel. Igen, a versenyt. Ez a minőség ellenőrzés műfolya nem, tehát ez a, hogy mondjam, a szakmai minőség ellenőrzés nem működött. Nem volt ki, aki működtesse. Nem volt az elég ember, most egyharmadnyian vagyunk, most már úgy jó a kontroll. Egy fokkal jobb a kontroll. Még mindig hézagos egyébként, mindig derül ki, hogy elég nagy hézagok vannak itt ott, de most már jobban jobb, mint tavaly. Én is éreztem idén, hogy nincs akkora, nem lesz akkora melléfogás már, mint ami korábbi években volt. Hát igen, de ehhez az is kell, hogy hagyják is, hogy ezt csináljátok. Tehát ahogy mondtam, a longlistből shortlist válogatásnál ugyanolyan szava lehetett volna a többieknek is, mint nektek, csak egyszerűen érezték, hogy nem kell beleszólniuk, és ez így jó. Igen. Hát egyszerűen adódott, hogy ők dinamikai miatt nem szólalt, nem kellett megszólniuk, egyszerűen nem mindegy. Szóval ez adódott valahogy. Jó, értek, nekem lassan mennem kéne, mert már 4:12 is elmúlt, és nekem valamikor korán kell, holnap kell, nem. Tehát majd valamikor szerintem folytassuk, amikor így